Miért ne vegyél huskyt, ha nem ismered a múltját? Arányos termet, plasztikus mozgékonyság, világító kék szemek. Ki ne ismerni a szibériai huskykat? Mindenki látta őket hollywoodi filmekben, reklámposztereken, vagy az Instagramon, és sokan kedvet is kaptak egy husky kölyök megvásárlására és tartására. A gyönyörű kölyök nőni kezd, és egyre több csalódást okoz a felkészületlen gazdának, aki egykoron a cukiságfaktor miatt választotta a huskyt, de alapjában véve semmit nem tud a fajta múltjáról, igényeiről és azokról a kihívásokról, amikkel egy husky gazdának bizony meg kell küzdenie. Egy kalandosabb lelkű, aktív és mozgékony husky gazdának ez általában örömöt jelent majd. Egy felkészületlen, nagyon elfoglalt, esetleg kevésbé mozgékony tulajdonosnak azonban inkább folyamatos frusztrációt, ami általában rosszul végződik, sajnos főként a kutya részéről. Hogy miért gondoljuk így, az alábbi 5 pontban foglaljuk össze nektek. Mielőtt tovább mennénk, arra szeretnénk megkérni benneteket, hogyha eddig nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornánkra. Nektek ez egy másodpercet és egy kattintást, nekünk viszont nagyon sokat jelent. Ha újfajta bemutató videókat szeretnétek helyszínen forgatott anyagokkal, megköszönjük az esetleges anyagi támogatásotokat, aminek módját megtaláljátok a videó leírásában. Előre is köszönjük! Minden a múltból jön. A szibériai huskykat egy kis nomád, halászóvadászó Észak-Kelet-Szibériában élő népcsoport, a csukcsok alakították ki maguknak évszázadokkal ezelőtt. Minden, ami a huskykra jellemző, ebben a múltban gyökerezik, hiszen ez az eredeti génkészlet nem tűnt el belőlük. A karakterükön sokat vizező, kiállítás-orientált fajtatenyésztés ellenére sem. A csukcsokról nem árt tudni, hogy vadászó-halászó, rénszarvasokkal nomadizáló népcsoportról van szó, akik táplálékának döntő zömét a vadászott hús és vér teszi ki. Kedvenc csemegéjük a rénszarvas szem, valamint a nyúzás után a rénszarvas bőre alól kiszedett élő bögöly lárva. Nekik volt szükségük egy olyan kutyára, amelyik gazdaságosan működtethető munkakutya, hosszú távon képes nagy súlyokat közepes sebességgel elhúzni szánon a havas tájon. Képes falkában dolgozni, kedves más emberekkel és kiváló vadász is egyben. Minden, a teljes ösztönkészlet, ami akkor benne volt ezekben a kutyákban, többségében benne van a mai huskykban is. Pontosan ezek azok a tényezők, amik napjaink teljesen mássá vált civilizációjában érthetetlenek a felkészületlen gazdák számára, és amiket nagyon át kell gondolni egy döntést megelőzően. Intelligens engedetlenség. A huskyk egyik legjellemzőbb tulajdonsága az úgynevezett intelligens engedetlenség, ami kifejezetten elvárás volt, sőt, előnyt jelentett a csukcs népesség körében. Ezek a kutyák szánokat húztak hóban, fagyban, gleccsereken és hóviharban is. A szán hátulján álló és a vezérkutyát szavakkal irányító gazda részéről határozott elvárás volt, hogy a kutya képes legyen önálló, esetenként a gazda szavait felülbíráló cselekedetre. Hiszen mi lett volna a fogattal, ha a kutya egyenesen halad tovább és nem kerüli ki az előtte már olvadó tó jegét a gazda bíztatása ellenére, aki hátulról nem látja az olvadást. A huskyk nem veszítették el ezt a csukcsok által nagyra, a napjaink civilizált embere által azonban igencsak alábecsült tulajdonságukat. Ha úgy látják, hogy erre szükség van, minden további nélkül felülbírálják az emberi parancsokat. Mozgásigény, szabadságvágy. A huskyk egész életükben mozogtak, dolgoztak. A vadászösztönt kivéve, és erről még lesz szó, kevés más motiváció létezett az életükben. Ráadásul a határtalan havas tajga volt az otthonuk, életelemük pedig a végtelen terek, a vég nélküli futások mámora. A napjainkban velünk élő huskykból nem veszett ki ez a tulajdonság, és ez az oka annak, hogy nagyon kevés, vannak ilyenek, de ritkán huskyt lehet póráz nélkül sétáltatni, hiszen a husky szabályosan megrészegül a szabad terektől, a futás imádatától, és fut. Csak hogy egy útvonalakkal, magántulajdonokkal, urbánus térségekkel felaprózott környezet nem a tajga, itt mások a szabályok.
Egy ilyen futásnak baleset, károkozás, összezördülés a vadásztársaságokkal lehet a vége, és ezzel egy husky tulajdonosnak tisztában kell lennie. Vadász és falka ösztön. A huskyknak a csukcsoknál mindig csapatban kellett dolgozniuk, tehát nem lehettek agresszívak más kutyákkal szemben. Emellett a csukcsfalvakban éltek, vagy azok körül, időnként a gazdák ágyait is melegítették a nagy hidegben, tehát az emberekkel szemben kedvesnek kellett lenniük. Aki ennek a két paraméternek nem felelt meg, gyorsan megszabadultak tőle, ami abban az időben és ott egy balta csapást jelentett. Mindebből két dolog következik. Egyrészt, aki terület vagy személyőrző kutyát keres, ezt a fajtát ne válassza. Alkalmatlanok rá. Másrészt, a falka ösztön olyan mélyen kódolt bennük, hogy a hosszú ideig tartó egyedüllétre a huskyk nem alkalmasak. Ahogy a husky tenyésztők mondják, a négy láb nekik nem elég. Esetükben legalább egy másik kutya vagy a gazda szinte szünet nélküli jelenléte szükségeltetik a nyugalomhoz. Ha ez nincs, először a közvetlen, majd a távolabbi környezet látja a kárát egy unatkozó huskynak. A szigorú telek végén a csukcsok a kutyáikat szabadon engedték, maguknak kellett gondoskodniuk a saját élelmezésükről, csak az új havas időszak elején fogták őket ismét munkára. Ez a vadász múlt és ösztön nem veszett el a huskykból, és minden áldozatul esik ennek a környezetükben. Gyíkok, békák, kisállatok és a szomszéd macskája is sajnos. Erre minden leendő tulajnak fel kell készülnie, és bizony a saját házi cica elfogadtatása sem lesz egyszerű menet egy husky esetében. Összefoglalás. Ha valamelyik családban mindig van otthon valaki, vagy van legalább egy kutya a területen, a család szeret túrázni, jönni-menni, esetleg sportolni, és nem lakik egy nyúltelep mellett, a husky egy jó választás lehet számukra. Ha azonban a kényelmesebb életformát preferálod, nem a teststílusod és nem fér bele az életformádba a gyakori mozgás, a husky választását követő évek igazi rémálmot jelenthetnek. Lesz egy szép, kékszemű, de makacs, önfejű, magát a munka hiányában fölöslegesnek érző kutyád, aki amikor nem vagy otthon, szökik, nagyon hatékonyan, kiszedi a locsoló berendezésedet a földből, esetleg miszlikbe szabdalja a kedvenc kanapédat, megnyesi a kerti növényeidet úgy, hogy te nem szeretnéd, és nem rossz akaratból, csak azért, mert unatkozik. Ebben az esetben nem a preferenciádnak megfelelő kutyát választottad, és nem egy husky való neked. Köszönjük, ha végig gondolod a fentieket.